Elosztok, szervusztok! Ebben a videóban mutatok egy nagyon jó pofa technikát, amivel az érzelmeket lehet változtatni, az érzelmek intenzitását, és ebben benne vannak a negatív érzelmek, és benne vannak a pozitív érzelmek. Ez egy nagyon egyszerű NLP technika, és ha bármi negatív érzelem előjön, akkor le tudod redukálni magát az érzelmet, ha bármi jó vagy pozitív energiát keresel, akkor meg annak meg tudod, fel tudod emelni az intenzitását. A technika nagyon egyszerű, és kell gondolni egy érzelemre. Kezdjük először ugye a negatív érzelmekkel, például félelem, vagy mondjuk szorongás. Amikor te a szorongásra gondolsz, hol van egy kép? Van egy mentális kép, ami valahol itt előttünk kialakul. Sokszor itt van itt van valahol, erre rá kell érezni. Vannak olyan emberek, akik nagyon-nagyon könnyen tudnak ilyen holografikus képeket látni maguk előtt, ezek a vizuális emberek. Vannak olyan emberek, akik meg rá éreznek, tehát valahol itt van. Nem látják igazán a képet, de érzik, hogy ott van valami. És az a lényeg, hogy nem kell analizálni, nem kell logikázni, nem kell ezeket az érzéseket elutasítani. Ha úgy érzed, hogy itt van az a bizonyos érzés, akkor itt van. Tehát a kérdés az, hogy ha van ez a szorongás, ez a félelmed, akkor hol jön elő a kép? Nekem valahol itt van. Ez neked más, lehet, hogy másképp lesz, és körülbelül ekkora a kép. És az az érdekesebb a technikában, hogyha megfogod ezt a láthatatlan, úgynevezett mentális képet, és elkezded a méretét változtatni, amikor lecsökkented ennek a méretét, akkor lemegy magának az érzésnek a nagysága, az intenzitása, tehát a szorongás teljesen lemegy. Ha megemeled, és kérlek, hogy játsszál vele, mert ez egy nagyon jó pofa technika, ezzel meg tudod teljesen, tudod kalibrálni ezzel. Ha megemeled, akkor jaj, érzed, hogy hú, ez annyira nem jó. Ha visszateszed az eredeti méretére, akkor visszatér, ahonnan jött, de mondjuk azt, hogy nekem most ez nem kell, és lecsökkentem. Nem javallom, hogy teljesen tedd le nullára, mert akkor az vakságot okoz, akkor nem fogjuk tudni igazán, ha valami van, de lecsökkented így, és nagyon jól sokkal jobban fogod magad érezni. És az a lényeg, hogy mikor így lecsökkenteted ennek a képnek, ennek a mentális, ilyen képzeletbeli képnek a méretét, akkor csattints egyet az ujjaddal, és ez a csattintás, ez így lerögzíti ezt a képet erre a helyre, és erre a méretre. Jó? Tehát akkor mondjuk, ha van valami esetleg egy régi sztori, ahol mondjuk van bűntudat. Hol van? Oké, itt van. A méret igazándiból annyira nem számít, de általában azért jó, hogy mondjam, tehát ilyen látható lesz, és megfogod így a széleit, és szépen lecsökkented, és érzed belül, hogy fú, ez mennyivel jobban vagy. Tehát pár másodperc alatt, és utána csattintasz az ujjaddal, és már ez a negatív érzelem, ebben az esetben bűntudat, ez lement. Ezzel, ha játszol egy párszor, tényleg csak egy párszor, nagyon gyorsan bele fogsz jönni, és én csináltam azt, hogy sokszor már vezetés közben nem ajánlom, hogy vezetés közben csinál, de néha így bementem egy olyan szituba, hogy majdnem baleset volt, és az embernek a szíve egy kicsit dobog, és mondom, oké, puf, hol van ez a kép? Itt van, lecsökkentettem, puf, csattintottam, és abban a pillanatban ez a nagyon heves, vagy ez az ijesztő érzés, ez teljesen elmúlt. Oké? Tehát játsszál ezzel. Mi az a negatív érzés, amit szeretnél lecsökkenteni, és utána hol van az a kép előtted? Lehet, hogy itt van, lehet, hogy itt van, valahol. Tök mindegy, megfogod, szépen lecsökkented, és leragasztod oda. Ebben az a jó, ebben a technikában, hogy vissza tudod változtatni. Tehát, hogy azt mondod, hogy tudod mit? Nekem mazohista vagyok, nekem kell ez, akkor visszateszed. És utána leragasztod ismét a csattintással. Ez csak ez vicc volt. De most van nekem egy olyan oldala, hogyha ne adj Isten, azt mondod, hogy nekem most jó érzésre van szükségem, és ilyen meg ilyen akarok lenni. Most használok egy szót, egy kicsit túl van
Tehát nem a legjobb példa, akkor boldogság. Boldog akarok lenni. Ha boldogságra gondolsz, hol a kép? Akkor általában itt van. Okay. És elkezded megnövelni a kép méretét, és érzed, hogy így teljesen az egész tested, az egész tested ilyen boldog lesz. És utána lecsattintod. Azaz leragasztod ezt, hogy ne menjen el, ne mozduljon el, ne csökkenjen vagy változzon a mérete, és utána úgy hagyod. Ezzel tudsz játszani, és mondtam, hogy ugye, ha olyan van, hogy valaki tudod, megbánt, vagy valami előjön negatív érzés, akkor szépen le tudod csökkenteni a negatív érzésnek a méretét, ha nehogy Isten önbizalomra van szükséged, akkor hol van az önbizalom? A kép itt van, megnöveled, lecsattintod, és puf, megjön. Ez a technika, ez egy roppant egyszerű, mint látod te is, és az a jó benne, hogy meg visszaváltoztatható, tehát visszatéríthető az eredeti ugye, méretre, az eredeti érzelmi nagyságokra. Van nagyon sok más technika, ami nem változtatható vissza, tehát hogyha egyszer az már megvan oldva, akkor utána már nem tudjuk visszahozni a régi fájdalmakat, vagy a régi múltakat, arról is majd csinálok videókat, de az a lényeg, hogy ezt a technikát, hogyha ezt gyakorlod, le tudod csökkenteni a negatív érzelmeket, és fel tudod nevelni azokat a dolgokat, amire úgy érzed, hogy szükséged van, és segít neked jobban érezni magad. Jó? Ha bármi kérdés van, akkor szóljatok, és csinálom a következőt. Szervusztok!